Hát szeretettel köszöntök mindenkit, Szabó Ferenc jezsuita atya, Szerelem, házasság, család, keresztény szemmel című előadás sorozatának a negyedik alkalmán. Most gyorsan beszúrok egy technikai megjegyzést, itt a Párbeszéd házavezetőség kérte, hogy egy jelenléti ívre iratkozzon föl minden résztvevő, ezt majd itt elindítom körbe, és hát lehet megadni az elérhetőségeket, hogyha ilyen hírlevélben akarnak részesülni, de az a kérés, hogy akik korábban feliratkoztak már, azok is most is iratkozzanak föl, hogy egy kicsit tudjuk követni, hogy a programon hányan vettek részt, igazából azt hiszem ez a cél. És akkor a mai előadásnak a címe: vitatott erkölcsteológiai problémák a családszínódus után. Szabó Ferenc jezsuita atya korábban szerkesztőként és egy ideig vezetőjeként is dolgozott a Vatikáni Rádió magyar adásának, és most ősszel, október 5 és 19 között személyesen közvetítette számunkra, és már akkor is segített értelmezni a rendkívüli családszínódust. És most ennek a témáit magyarázza az előadás sorozatban, és hát akkor át is adom neki a szót. Én is szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Úgy látszik, hogy a szép időben kevesebben jönnek, mint a téli fagyos időben. Na, kirándulnak biztos, vagy megunták már az elvont előadásokat. Na, minden viccet félretéve, én most azt szeretném jelezni, hogy alaposan kidolgozom ezt a témát, amiről itt előadást tartok. Sokszor átugrom a nehezebb problémákat, és jelzem, hogy úgy tűnik, hogy itt a jezsuita könyvek között majd sorozatában karácsonyra megjelenik ez a könyvem. Hát itt eléggé nehéz morál teológiai vitákat feszegetek, és hát itt most is majd kicsit egyszerűsítek, hogy érthetőbb legyen. De azzal kezdem, hogy jelzem ennek az előadásnak az időszerűségét, a sorozat időszerűségét. Az interneten egyre többször látok és hallok olyan előadásokat, olvasok szövegeket, amelyek támadják a szinódusnak a haladóbb irányzatát, akiket én szoktam idézni, Walter Kasper, aztán a Reinhold Marx, aki a német püspöki kar elnöke és a pápa 8-tagú tanácsadói bizottságának a tagja, és hát még hasonló haladó nézetű szinódusi tagokat. Tulajdonképpen a Ferenc pápát támadják, csak nem említik a nevét, hát hiszen ők, akiket említettem, a Ferenc pápa vonalát képviseli. Itt van egy ismert, nem nevezem meg, kicsoda jó szónok, hát a múltkor már a Vatikán, már a sátán füstjéről beszélt, és idézte azt a kritikát, amiből most én felolvasnék. Ezt úgy hívják, hogy Athanasius Schneider megjelent az ő egy interjú vele, és azt mondja, hogy a szinódus folyamán voltak pillanatok, amikor nyilvánvalóan olyan kulcspozíciót betöltő főpapok által kifejtett manipuláció állt fenn, akik a szinódus redakciós szerkesztői és vezetői struktúrájában kulcspozíciót töltöttek be. A vita utáni jelentés, relatio post disceptationem, egy egyértelműen előre elkészített szöveg volt. Most itt már mindjárt megállok, mert aztán akik hozzászóltak, mint megjegyezték, hát Erdő Péter volt. Tehát ez már is ez a információ helytelen, hamis, hát én ott voltam. Az igaz, hogy Erdő Péter az első hét után már kezdte a beküldött szövegek alapján a végső szöveget összeállítani, de hát utána volt még egy hét, amikor a kis csoportok
megvitatták a témákat, hozzászóltak világiak, házasok is. Tehát még jóval utána módosult az, amit esetleg akkor meg lehetett volna fogalmazni. Na minden esetre ez azt mondja, ez az első alkalom az egyház történetben a katolikus püspökök hivatalos gyűlésének egy dokumentumaként a pápa vezetésével ilyen heterodox, eretnek szöveget közzétettek, függetlenül attól, hogy a szöveg csupán előzetes jellegű volt. Itt most a szinodusnak a végső szövegéről volt szó, ami most aztán a novemberi rendes családszinódus, októberi rendes családszinóduson aztán tovább vitatják ezt a kérdést. Itt említi azt a három problémát, ez aki eretnekséggel vádolja a szinódusi, egyes szinódusi atyánkat. Ugye közzé tették a végső eredményt. Az most először tette a pápa rendelkezésére a szavazatok arányát is közzé tették. Három pont nem kapta meg a kétharmados többséget. Itt csak tájékozódásról van szó, hiszen egy szinódus az nem dönt, még még egy zsinat se okvetlenül dogmatikai, tévedhetetlen dogmatikai határozatokat hoz. Tehát ez egy tájékozódás a pápa számára, most majd tovább vitatják a kérdéseket. Októberben is akkor a bizonyos propozíciókat, javaslatokat fogalmaznak meg a pápának, aki aztán kiad egy buzdítást, tehát összefoglalja az eredményeket. De ez a három pont, amire majd még visszatérek, csak mindjárt most, hogy miről van szó, azért említem, ez volt az 52. pont, itt a szavazati arány 104 igen, 74 nem. Esetleges bűnbánati út és az objektív rendezetlen állapot mellett a felek szubjektív felelősségének újbóli értékelése. Tehát az elvált és újra házasodott feleknek a lelkipásztori gondozásáról volt szó, és ennek az egyik, még az az 53. pont, de ide tartozik, hogy milyen feltételek mellett járulhatnak esetleg a szentáldozáshoz, és hát erről volt Walter Kaspernek a pápa kérésére volt egy kidolgozott tanulmánya, ami aztán eléggé heves vitákat váltott ki, majd erre is visszatérek. És az 55. pont volt a homoszexuálisok és a családra, házasságra vonatkozó isteni terv különbözősége. Tehát a homoszexuálisok, itt a szavazati arány 118 és 62 volt. Tehát igen és nem. Na most itt nem, még majd később ezekre a pontokra visszatérek, csak ahogy, mivel ezt olvastam ezt a támadást, tehát nem veszem végig, hát a szexualitásnak a morál-teológiai problémáiról van szó, és hát ugye ez a Schneider teljesen a hagyományos véleményt képviseli, és hát azzal vádolja a szinódust, szinódusi haladó atyákat, hogy hát a házasság fölbonthatatlanságát megkérdőjelezi. Mert hát éppen az elvált és újra házasodottaknál ugye azt vetik szemre, hát ezek halálos bűnben élnek, még a bűnbánatot tartottak, és tehát hogy lehetne őket szentáldozáshoz engedni. Hát ezért most majd újra beszélünk a Hering morálteológus alapján, beszélek az optio fundamentalisról és a halálos és bocsánatos bűnök közötti különbségtételről, amit az új morálteológia vezető személyiségei már, tehát elfogadják ezt a Heringféle véleményt. Na de a pápa hallott ezekről a vádakról, és egy szerdai kialgatáson, december 10-én már válaszolt is, különben minden szerdán a szinodusról beszél, annak az eredményeiről, és ennek a beszédének a témája az volt, hogy a szinodus nem vonta kétségbe a keresztény házasság igazságát.
Itt inkább megemlíti a médiát, hogy azok aztán sokszor pontatlanul tájékoztatnak. Én nekem az volt a benyomásom, több püspöki szinódust átéltem régen, 25 év alatt, és közvetítettem, hogy ez még nagyon csendes volt, és hát igazából kevés volt, néztem az újságokat, a sajtót, nagyon kevés visszhangja volt, és hát azért kellett egy kicsit, az újságírók aztán elkezdtek beszélni, hogy milyen harcok, viták volt, a heves viták a szinóduson. Hát nem, azt mondja a Szent Atya ebben a beszédében, hogy mint az elején már jelezte, mindenki szabadon mondja el a véleményét, és mondják ki bátran, ami a szívükben van. A szinóduson nem volt előzetes cenzúra. Aztán elmondja, hogy Erdő Péter bíboros nyitó relációja után volt egy olyan alapvető időszak, amikor az összes szinódusi atya megszólalhatott. Mindenki meghallgatta a másikat, a szabadság pillanata volt. Egyetlen hozzászólás sem vitatta a házasság szentségének alapvető igazságát. Egyetlen hozzászólás sem nyomatékosította a pápa. Vagyis a házasság felbonthatatlanságát, az egységét, a hűséget, az életre való nyitottságot, ezeket senki nem érintette. Minden hozzászólást összegyűjtöttek, és így érkezett el a szinódus a második állomásához, a megvitatás utáni relációhoz, ezeket Erdő Péter bíboros fejtette ki. Azt már mondtam, hogy Erdő Péter lesz az októberi rendes családszinóduson is a relátor, tehát aki koordinálja az előkészületeket, vitákat. Aztán még a pápa azt mondja, a szinódus negyedik mozdonataként egy bizottság megvizsgálta a nyelvi csoportok javaslatait, és így született meg a záró dokumentum, mely megtartotta az előző felosztást, és néhányan ugye megkérdezték, hogy tényleg veszekedtek a szinódusi atyák? Nem veszekedtek, de keményen beszéltek, igen. Ez a szabadság, valóban ez a szabadság, amely él az egyházban. Mindez cum Petro et sub Petro, tehát Péterrel, a pápával, Péter utódával és az ő vezetése, irányítása alatt. Pápa jelenlétében történt, aki teljes szabadság, a bizalom és az igazi hit kezese. Tehát itt rögtön helyre billentette ezeket a vádakat. Nem tudom, hogy miért csapnak olyan nagy zajt ezek a tradicionalisták, és hát tudnunk kell, hogy ez már a második vatikáni zsinat óta, tehát 50 év óta tart ez a tradicionalista irány. Tudjuk, hogy a Lefebvre érsek az végül is, hát hiába próbáltak a pápák egyezkedni vele, kivált a 10. Pius közösséggel, és hát nem csak a liturgiáról van szó, ugye visszatértek, nem csak a latinhoz, meg a régi szövegekhez, meg háttal miséznek, de hát annak idején már a zsinaton a Lefebvre érsek ellene volt például a vallásszabadság kimondásának, van erről egy nyilatkozat. Tehát mindaz, ami haladó volt, akkor már ugye ezek a tradicionalisták felszólaltak a zsinaton. Már múltkor említettem azt is, hogy az egyik, így szoktam mondani, öreg csáklyás, szóval hipertradicionalista, vagy konzervatív volt az Ottaviani bíboros, akkor a Szent Officium, a itteni kongregáció prefektusa, aki a zsinaton is, meg utána is egy csoport bíborossal, vagy a barátaival szinte megtorpedózta a zsinati tanítást. Például, amikor a 6. Pál 1968-ban kiadta a Humanae Vitae kezdetű körlevelet, azt előzőleg ugye egy bizottságot neveztek ki, amely előkészítette, a szakbizottság előkészítette a dokumentumot, két vélemény volt, a többség, és ehhez a többséghez tartozott Bernard Hering morálteológus is, akit én gyakran idézek, és a kisebbség, amely a hagyományos
véleményt képviselte. Hatodik Pál inkább a haladókhoz húzott, és haladókhoz, és az ottaviániékbe átnyújtottak neki egy dokumentumot, amely, hát, meg, hogy is mondjam, olyan stílusban volt megfogalmazva, hogy a kétkedő, vagy a bizonytalan hatodik Pál végül is aztán a kisebbség véleményét fogadta el. Egész röviden tudjuk, hogy a Humani Vitae sok mindent átvette a zsinat haladó szemléletéből, de a születés szabályozásnál tulajdonképpen visszalépés történt. Arról volt szó, hogy a házasság, a házas feleknek a házas életben az a kapcsolata nyitott legyen a gyermekáldás felé, hogy vajon az egész a család, az egész család életnek vonatkozik ez, vagy minden egyes aktusra. És hát ugye itt azt hangoztatták, hogy igen, minden egyesülésnek nyitottnak kell maradni a gyermekáldás felé, kivéve a terméketlen, a nőnek a terméketlen időszakait, amikor ezt veszik igénybe, vagy akkor történik az egyesülés. Na most hát utána már szó volt erről, hogy nagy viták keletkeztek 68-ban, a püspöki karok próbálták ezt értelmezni, mert a zsinati szöveg, azt is idéztem, azt mondja, nagyon ő is szépen megfogalmazza a házassági szerelmet, tehát azt mondja, hogy természeténél fogva nyitott ez a szerelem a gyermekáldás felé, de már nem ismétli meg a 11. Pius 1931-ben kiadott Casti Connubii kezdetű körlevelét, ahol beszélt a házastársi szerelem elsődleges célja, az volt a gyermekáldás, és a másodlagos, az úgy mondta a latin, ugye, hogy az érzékiség csillapítása. Tehát szóval megengedte, hogy a házas felek ugye élvezzék az egyesülést, vagy szóval, hogy megengedett volt. Most pedig arról volt szó, hogy igen, ez a házas a házas élet, a szerelem, az természetesen nyitott a gyermekáldás felé, de hogyha már a szülők, ugye, hogy már születtek gyermekek, és megmutatták nagy lelkűségüket, akkor rájuk kell bízni, hogy milyen módon történik a születés szabályozás. Persze nem abortusz, nem abortív eszközök használata, és így tovább, erről aztán később többen sokszor vitatkoztak. Na most a lényeg az, hogy a pápa itt hangoztatta, hogy a szinódus nem parlament, ahol most, ugye, ha közzétették is ezeket a szavazatokat, ez nem azt jelenti, hogy ezzel most eldöntötték ezt a morál teológiai problémát, és az én megjegyzésem, és azért vettem elő, és dolgozom ki alaposan a legjobb irodalmat felhasználva, mert azok a bocsánat, de ezek a püspökök, akik ott jelen vannak, nem mindegyik követte a morál teológia fejlődését, inkább lelkipásztorok, persze vannak a németek között, meg a németek szakemberekkel is kidolgoztattak bizonyos kérdéseket, erről a Marx érse bíboros beszélt, de nem úgy történt most, vagy úgy zajlik ez a szinódus, mint például a vatikáni zsinat összejövetelein, ahol mindegyik bíboros, vagy hát zsinati atya maga mellé vehetett egy szakteológust, ugye, tudjuk annak idején, például a Ratzinger bíboros, akkor a Frings kölni érsek, bíboros érseknek volt például a teológusa, és így tovább. Tehát, ahogy Rahner egyszer megjegyezte, Karl Rahner, hogy bizonyos szóval egyik hiányosság az lehet itt, hogy siklanak a morál teológiai kérdésekre, alapvető problémákra. Mindig azt hangoztatja, hát ez ugye lelkipásztori, de hát nem lehet megoldani a lelkipásztori kérdéseket, például az elvált és újraházasodottak esetében,
hogyha nem vitattuk meg ezt a problémát, hogy lehetséges-e, hogyha már bűnbánatot tartottak, már vissza nem tudják csinálni, mert már gyermekek is születtek az új házasságból. Nem azt mondjuk, hogy a házasság az fölbontható, hanem az isteni irgalmasságot kell az egyháznak közvetítenie, és ahogy régen ezt a Kasper Biboros fejtette ki, az üldöztetések idején az első századokban voltak, akik elbuktak, megtagadták a hitüket, ezek voltak a lapszik, és ezeknek az egyház mentődeszkát nyújtotta, hogy visszatérjenek a hajóra az egyházba, az egyház életbe, tehát megbántak, elég kemény penitenciát, bűnbánati gyakorlatot szabtak ki, visszajöttek, és aztán az eukarisztiához is járulhattak, hiszen az eukarisztia az gyógyít is, és segít őket a keresztény életben. Hát mindig most a hívőkről van szó, mert akik hát nem hisznek, hát úgy élnek, ahogy tetszik. Itt mindig a keresztény házasságról van szó, és hogy hogyan lehet fölkészíteni például a fiatalokat a szentségi házasságra, ezt is többször említettem, mert a minden és a semmi politikája vagy a módszere az nem célra vezető. Hol van a két fiatal, akiket esetleg megkereszteltek gyerekkorukban, de mégis meg akarják őrizni, vagy keresztények akarnak maradni, keresztény szentségi házasságot kötni, de még a hitről is nagyon gyenge vagy hiányos ismereteik vannak, és hát azokat be kell vezetni, fölvilágosítani. Tehát nem azzal kell kezdeni, na ez a két fiatal együtt hál, és akkor hát halálos bűn, ugye. Hát szóval nem innen kell kiindulni, hanem hát a isteni terv, milyen csodálatos az, hogy a Teremtővel együttműködnek, és hogy milyen szép dolog a szerelem, és hogy ebbe bevezetni őket, ez hosszú folyamat. Na, ezt csak előzetesen mondtam el, hogy lássuk ezek a viták, a támadások, a szinodus egyes püspökei, és hát igazából közvetve a pápa ellen, hogy mennyire időszerűvé teszik ezt a sorozatommal. Hát most beszélnék igazából arról, amit elkészítettem, persze nagy vonásokban. Most újra itt szeretném hangoztatni a személyi fejlődés dinamikáját, és a fokozatosság növekedés a keresztény életben. Mert aztán végigveszem hát a könyvemben, meg hát itt az előadásokban is, a szinodus utáni egyházi dokumentumokat, kezdve a Humani Viti, aztán a Familiaris Consortio, aztán Veritatis Splendor, és így tovább. Mindig ugyanazok a problémák térnek vissza, vagyis bizonyos erkölcs teológiai kérdéseket nem tisztáztak. És az mégig vonul ezeken a dokumentumokon. Aztán támadják persze az opció fundamentális, meg az, amiről szó lesz, de legtöbbször félreértés van. De ebben most nagyon mélyen nem megyek bele, de a lényegre szeretném irányítani a figyelmet. Tehát az egyénnek, a férfinak vagy a nőnek élete egészét kell figyelembe venni, mint személyes elkötelezettséget a jóra vagy a rosszra. Beszéltem erről, hogy az opció fundamentális, az alapvető választás Isten mellett vagy ellene adja meg azt a hullámhosszat, tengelyt, amelyhez viszonyítva kell megítélni az élet nagy egzisztenciális döntéseit. Ez nem annyira új, azt is már utaltam rá, de hogyha az ember alaposan tanulmányozna, már Aquinoi Szent Tamásnál ezt megtaláljuk, ez az alapvető döntésnek a gondolatát. A személyiség mélyén történik előbb vagy utóbb az egész életet elkötelező választás, a jó, az igazság, az Isten mellett. Amikor a személy megteszi az igazságot szeretetben, és ez szerint meghatározza fejlődését, növekedés,
szabadság és felelőssége érlelődését, illetve a nem következetes, ha hűtlen regresszióját, visszafejlődését. A személy lelkiismeretét követve a kegyelem indítására a Krisztusban hozott üdvösség felé tart, vagy a kárhozatot kockáztatja. Erre, igenis, már Szent Tamásnál is találunk utalásokat. Ja, tehát nagyon fontos ez, hogyha most kicsit a filozófiát is bekapcsolnám, annak idején Lővenben alaposan tanulmányoztam Maurice Blondel katolikus filozófusnak a L'Action, a Cselekvés című nagy monográfiáját. Ő megmutatja azt, hogy kétféle akarás van az emberi személyben, személynél. Van a volonté volant, az alapvető, mélyen fekvő akarás, amely a jóra irányul, és van a volonté volu, ami ténylegesen dönt az ember, mondjuk a napi kis döntések, választásoknál. Tehát most az alapvető döntésről van szó. Az ember tulajdonképpen a teremtő így alkotta meg, hogy végül is a jóra és az igazra törekszik, amikor az élete értelmét keresi, és a valamikor, mondjuk mikor már a kamasz öntudatra ébred, és hát az életi a sorsát el akarja, meg akarja határozni, nem csak a pályaválasztásról van szó, hanem pontosan a vallásos hitről lévén szó, az, hogy az igaz és a jó az Isten felé akarja beirányítani az életét, vagy pedig hát föllázad, nem fogadja, ha megkeresztelték, akkor is hátat fordít az élő Istennek, és hát eltér a helyes útról. Tehát ez alapvető, aztán az mindennapi és a konkrét emberi cselekedetek megítélésében, akár a szexualitásról van szó, tisztaság, szexualitás, vagy más kérdésekről. Karl Rahner az alapvető választásról szóló nézetet kifejezetten a bűnbánatra és a megtérésre alkalmazza. A hívő férfi vagy nő bűnbánattal és a kiengesztelődéssel visszatér az igazsághoz. Teljesen Isten irgalmas szeretetére hagyatkozik, és így az üdvösség felé tájolódik be. Aki nemet mond az igazságnak, Istennek, amikor a bűn, a gonoszság sötétségét választja, saját üdvét teszi kockára. De már Szent Tamás is azt írta, hogy soha egyetlen élő emberről, míg itt a Földön él, nem mondhatjuk azt, hogy elkárhozott. Tehát a mai bizonyos, hát a jeles teológusok is hangoztatják, hogy ezt csak zárójelben mondom, hogy remélni mindig lehet, hogy az élete végéig lázadó is esetleg az utolsó pillanatban visszatér Istenhez, megtér, és hát aztán persze bizonyos tisztulás után, most nem tűzről van szó, de hát bízunk vagy hiszünk abban, hogy lesz lehetőség, hogy ott is tovább történhet ez a tisztulás, hogy az Istenhez, vagy a szeretett közösséghez valaki közelebb jusson. Na, és azt is emlegettem a múltkor, válaszolva bizonyos pápai vagy szinodusi dokumentumokra, amelyek bírálták az opció fundamentális, az alapvető döntés, választás, hogy ezzel nem azt akarja mondani ez a haladó morál teológia, hogy csak az a halálos bűn, hogyha valaki a negatív, tehát ha elfordul teljesen Istentől, mondjuk ateista és föllázott Isten ellen, mert van egy bizonyos fokozatosság, fejlődés, és idéztem újra megismétlem, nagyon tetszik egy neves francia jezsuita, fiatalon meghalt, agyonlőtték a nácik, Yves de Monchoy, aki erről ír, hogy a tetteink megváltoztatnak bennünket jó vagy rossz irányban egyaránt. Mert az, hogy én elindultam a
a jó, az igazság felé most hozta a hegymászónak a hasonlatát, de aztán egyszer csak elkezdek csúszni, félre hajolok, a helyes útról kezdek letérni, és aztán eljöhet olyan pillanat, amikor aztán lezuhan az illető, tehát amikor tényleg halálos bűnük követel. És hát ez nagyon ez vigasztaló is, mert hogyha ez az erényes cselekedet, tehát ha jót teszem következetesen, akkor erényes, az az erényes él, akkor könnyebben cselekszem, könnyebben legyőzöm a kísértéseket, ha pedig a rosszat ismétlem, vagy a kisebb bűnöket követek el, lassan eltompul a lelkiismeret, és a végén aztán már a súlyosat se érzem súlyosnak. Tehát a válasz az, hogy igenis komolyan kell venni a nem halálos bűnöket is, mert mondom, itt egy útról van szó, fejlődésről, és hát nagyon lényeges most, hogyha a bűnökről van szó, az opció fundamentális fényében kell megkülönböztetnünk, ezt a Hering hangoztatja, a halálos és a bocsánatos bűnöket. Sose tartották, szóval a régi morálteológia is mondjuk a bocsánatos bűnöket, az csak mondjuk így, hogy nem semmibe vették, de nem az volt a probléma, hanem hogy mikor beszélhetünk halálos bűnről. Na most összekeverték ezek a dokumentumok, mint a régi morális is, az objektív és a szubjektív szempontokat. Azt mindig is vallotta, még a legkonzervatívabb morális is, hogy halálos bűnről, most egyelőre még elvonatkoztatok a parancsolattól, tehát a tartalmától, csak akkor lehet beszélni, ha valaki tudva és akarva szabadon felelősséggel követte el ezt a tettet. Na most a parancsolatoknál mindig kivette a régi morális, kiemelte, külön tárgyalta a hatodik parancsolatot, tehát a paráznaság, vagy mindaz, ami a szexualitásra vonatkozik. És ezt kérdőjelezik meg a mostani teológusok, majd látjuk, hogy miért, mert ugye azt mondták, hogy itt ezen a téren nincsen parvitas materia, nincsen, tehát objektíven minden a szextum területén elkövetett bűn, minden súlyos. A maszturbáció, akár a fiatalról van szó, még éretlen, vagy hát bármilyen szituációban például. És hát ezek a Heringék úgy érvelnek, hát hogyan lehetséges az, hogy vannak ugye a morálisban különféle bűnök, mondjuk a torkosság, vagy a milyen példákat hoz. Hát egy csomó olyan bűn, aminél van, parvitas materia. Azt mondja, hogy az, hogy megiszom egy pohár bort, az egy dolog, aztán bevedelek egy egész üveggel. Na most ez csak hasonlat, az mindig sántit. Tehát minden más parancsnál, tehát erkölcsi parancsolatnál a tíz parancsolatot veszik, nem mondjuk az isteni erényeknél ez nincs meg, ott mindig súlyos, hogyha valaki határozott kifejezetten a hit, remény és a szeretet ellen vétkezik, fordul. De most csak a materiáról van szó, a tárgyról. Hát miért lenne kivétel a szexualitás? Na most hozzájárul aztán, ezt most már a katolikus katekizmus is elismeri, hogy ez az egész morális, hát az a gyóntatóknak, meg a gyónoknak, ez nagyon fontos tudniuk, hogy mindig figyelembe kell venni a körülményeket. Nem valljuk az úgynevezett szituációs erkölcsöt, abban most nem mélyedek bele, de a szituáció, a helyzet, a körülmények enyhítik a felelősséget sokszor egészen addig,
hogy aztán már nincs, nem is beszélhetünk súlyos bűnről. Hát egy kamasz gyerek, most gondoljunk, akik ismerték a Tóth Tihamérnek a Tiszta Férfiság című könyvét, ahol önfertőzésről beszélt, meg mindenféle szörnyűségek, következményekkel fenyegetett. Hát a fiatal gyerek, vagy a fiú, vagy a lány is hát kikémleli a testét, és tulajdonképpen ott lehet kíváncsiság, vagy a magánytól, feszültségtől szabadulni akar. Az egészen más ennek a megítélése ebben az állapotban, mint mondjuk egy házas férfinél veszem ezt a példát, aki közben már unja a feleségét és a szeretőjére gondol, és akkor követi el ezt a maszturbációt. Na, csak azért, hogy mennyire fontos a szituáció, a helyzet, a körülmények, és hát persze itt manapság a modern pszichológia sokszor ezeket alaposabban elemzi, a személynek az érlelődése, az lassú folyamat. Valaki azt mondta, hogy egész a halálunkig nem leszünk érettek. Ez azért érdekes a döntésnél, mert mikor régen a rádiónál voltam, a pápa minden évben fogadta a Sacra Romana Rota, tehát a vatikáni bíróságnak a bírákat, és akik a házasság semmiségének a kimondásával foglalkoztak, és akkor hát sokszor azt kifogásolta a pápa, hogy ezek, hát a egyházmegyei bíróságokra is utalt, hogy túl könnyen kijelentik azt, hogy ezek nem voltak érettek, amikor ezek a házas felek, fiatalok, amikor elkötelezték magukat. Hát, de szóval itt fokozatok vannak, itt nehéz ezt, hogy is mondjam, ezt megállapítani, persze most nem beszélünk arról, ez most a szinóduson is előjött, amikor lefizették a bírákat vidékről, vagy szóval egyházmegyékről beszélek, hogy gyorsabban elintéz, meg lehet mindig hamis tanúkat ugye előállítani, aztán az Úristen persze nem lehet becsapni. Na de a lényeg az, hogy ez a pszichológiai érettség fontos, és most a pápának volt pontosan a Rota Románához intézett beszédében egy olyan szempontot emelt ki, ami nagyon érdekes, ez most nem, hogy megszigorítja, hanem inkább azt lehetne mondani, könnyebbé teszi a semmiség kimondását, és pedig arról volt szó, hogy a hitben járatlanok azok, akik a szentségi házasságot kötnek, azt se tudják, hogy tulajdonképpen mi az. Tehát mindig arról van szó, hogy megvan az eszmény, a keresztény szentségi házasság, és hát míg oda valaki eljut, az hosszú út fejlődés, és ha már házasságot kötött, akkor is tovább tart ez a fejlődés. Tehát még olyan esetben is esetleg, szóval meg kell vizsgálni a házasság kötéseket, hogy nem volt ez a helyzet, hogy nem is ismerték igazából, hogy mit tanít az egyház, a hitünk a szentségi házasságról. Tehát amikor majd újra tárgyalják az elvált és újraházasodottaknak a helyzetét, akkor legelőször ezeket kell megvizsgálni, hogy tényleg milyen, hogy érvényes volt-e, vagy ki lehet-e mondani a semmiséget. Aztán a másik az, hogy sokszor az egyik fél hagyja el, lesz hűtlen, ott marad az ártatlan fél. Na most hát akkor ővel is másképp kell az ő helyzetét megítélni, mint hogyha hát közös megegyezéssel, vagy hát semmibe vették a házassági szentséget, és úgy mentek szét. Tehát mindig az konkrét helyzeteket meg kell vizsgálni, és abban a javaslatban, vagy ahhoz fűzött kommentárban, amit a Walter Kasper benyújtott, már olyasmit is felvetettek a szinóduson is, hogy ha itt megoldást keresnek, akkor minden egyházmegyében legyen egy szakember, egy teológus és egy erre kijelölt pap is, aki ezeket a
konkrét eseteket megvizsgálja. Tehát nem lehet, nem is fog a szinódus olyan általános rendelkezést hozni, amely a világ minden részében érvényes. Hát különben is megjegyzem, hogy amikor én itt nektek beszélek, hát mindig a nyugati világot, meg hát Magyarországot tartom szem előtt, mert mások a problémák Afrikában, meg Indiában, a házassági problémák számtalan vonat vagy szempontja lehet. Csak hát nem lehet mindenről beszélni. Tehát nagyon fontos az objektív kritérium, mert a trentói zsinatra nyúlik vissza ez a hagyományos erkölcstan, és a szubjektív szempontoknak a megkülönböztetése. Mert azt mondta ugye a zsinat, hogy a tárgyuk miatt, belső természetüknél fogva súlyos bűnökről, halálos bűnökről beszélt a hatodik parancsolattal kapcsolatban. Ott minden vétség halálos bűnnek számított. Persze mindig hozzátették, hogy tudva és akarva, és hát bizonyos szempontok vagy kritériumok enyhítették a felelősséget, de a gyakorlatban úgy volt, hogy, és ez valahogy belenevelték a régi, hát nem mostanában, most már egészen más a helyzet, de belenevelték a fiatalok, mondjuk az én generációmban, hogy ez különösen súlyosan mindaz, ami a szextumhoz tartozik. Mikor én 40-50 évvel ezelőtt Lővenben morál teológiát tanultam, franciául voltak a könyveink, de a szextum az latinul volt. De ez aztán mindenféle disznóságot ott megtanultam, mert mindenről szó volt. Később baráti körbe emlegettem, hogy hát tudod, de mi az a felláció, meg stb. Hát mi már akkor ezeket megtanultuk, de mindig az volt, hogy nincs parvitás materi, ott minden súlyos. Szóval gyakorlatban ugye csak ezt az objektív kritériumot vették figyelembe. Na most meg kell említenem ezeket a dokumentumokat, most az nem mélyedünk bele. Második János Pál 1983-ban, 83-as püspöki szinodus után kiadta a kiengesztelődés és bűnbánat kezdetű apostoli buzdítását. Itt már nem teljesen fogadta el az opció fundamentálist, attól tartva, hogy veszélyezteti a halálos bűnről vallott hagyományos felfogást. Mégis megfontolása az egyházi hagyományra támaszkodva eligazítást adtak a halálos és bocsánatos bűnök megkülönböztetésében. A 83-as szinodus tudatában volt annak, hogy az egyház a bűnről csak a megváltás, Isten irgalmassága és a gyógyító fegyelem kifejezett összefüggésében beszélhet. Ezt most Ferenc pápa nagyon sokszor hangoztatja. Most majd a végén megemlítem, ugye meghirdette az irgalmasság szent évét, és hát ott nagyon szép szakaszok vannak, például amikor a gyóntatóknak tanácsot ad, hogy az a bűnbánó, aki már belép, hogy a gyóntató szék az ne legyen kínzó kamra, azt már előbb is mondta, aki elmegy oda gyónni, az már azért, hogy szánja, bánja a bűnét, és hát az Isten irgalmasságát kell képviselni hozzá újra a tékozló fiúról szóló példaveszéd, atyáról szóló példaveszéde. Tehát ezt is kifogásolja ez a Schneider, hogy az isteni irgalmasság hirdetése ürügyének itt föllazítják ugye egyesek, hát nem mondja a pápát, a keresztény, a szexuális morálist. A szinódus akkor már hangsúlyozottan az Isten tettére működésére helyezte a hangsúlyt, akitől állandóan sürgető felhívás érkezik a kiengesztelődésre, felajánlva a megbocsátást és a gyógyítást. A buzdítás második részének címe, ez nagyon szép ez a rész, a szeretet nagyobb, mint a bűn. A gonoszság misztériumát megvilágítja az irgalmasság misztériuma. A keresztény szükséges erőfeszítése Isten üdvözítő és gyógyító irgalmasságának megtapasztalásában gyökerezik.
a bűn súlyosságát az egyház, a szinódus félek, Isten végtelen irgalmasságához viszonyítva állapítja meg. Tehát vannak az előzményeknél is, szóval ez, kiemelték a szinódusok ezt az isteni irgalmasságot, ami most különösképpen hangsúlyoz Ferenc pápa. Aztán még itt újra alaposabban kifejti a 17. paragrafus, a halálos és a bocsánatos bűnök megkülönböztetését. Most jelzem, hogy a következő szívben, a mi folyóiratunkban megjelenik egy cikkem erről, és hát itt még volt egy kis nehézség ma a cenzorral, a Nemeshegyi Péter atyával, végre megértette, hogy mit akarok mondani. De mondjuk hasznos volt, mert picit aztán pontosítottam, hogy megértsék, akik nem merültek bele ebbe a vitába. Tehát a pápa aztán megmagyarázza, hogy Szentírásra, Szent János első levelére, Máté evangéliumra hivatkozva, hogy az halálos bűn az a lelki halálba vezető bűn, a Szentlélek elleni bűnökről van szó. Ezek Isten elvetését, megtagadását és bálványokhoz fordulást jelzi. Idézem, Isten elvetése kegyelmének visszautasítása ellenszegülés üdvösségünk forrásával. Hát tulajdonképpen itt ugyanarról van szó, az opció fundamentálisról. És hát a szubjektív feltételek tudva és akarva történik ez az elfordulás az Isten, az élő Istentől. Remélhetőleg ez írja a pápa a Kiengesztelődés bűnbánat című buzdításában. Remélhetőleg csak nagyon kevés ember tart ki mindvégig abban a lázadó küzdelemben, amely megáltalkodva kihívja maga ellen Istent, aki Szent János szerint az ő irgalmas szeretetében nagyobb, mint a mi szívünk. Ő le tudja győzni a mi szellem és lelki ellenállásunkat úgy, hogy Szent Tamás szerint egyetlen ember üdvösségében sem kételkedhetünk ebben az életben, ha Isten minden hatóságát és irgalmasságát szemléljük. Ez a summa secunda secundéből idézett. Aztán most tovább fejtegetés, aztán következik a utalás az opció fundamentalisra, amely itt a Hering szerint ez a buzdítás félreérti ezt a egyesek így értelmezték az opció fundamentaliszt, és ezért bírálja a pápa, vagy a buzdítás, és pontosítja. Halálos az a bűn, amelyet súlyos dologban teljes tudattal és meggondolt beleegyezéssel követünk el. Hozzá kell fűznünk, folytatja a pápa, ugye, mint a Trentói zsinat is leszögezte, egyes bűnök belső természetüknél fogva súlyosak és halálosak. Itt megint visszatér ez a gondolat. Azaz vannak olyan cselekedetek, amelyek önmagukban objektíven tárgyuk miatt, körülményektől függetlenül mindig súlyosak, megengedhetetlenek. Ha ilyeneket követünk el, tudva és akarva, ezek mindig súlyosak. Hát szerencsére hozzáteszi mindig a tudva és akarva. De hát szóval itt mindig csúsztatás van, és hát ahogy Hering megmagyarázza, összemossák az objektív és a szubjektív szempontokat. Tehát, hogy a súlyos törvény tudatosan és szabadon megszegült személyről van szó. Ezt most akkor nem részletezem, de utána az az érdekes, vagy nem érdekes, az a inkább a szomorú, hogy aztán a 1993-ban II. János Pál, hát Ratzinger bíborosnak a sugallatára újra közbelépett, és kiadta a Veritatis Splendor kezdetű enciklikáját, amely részletesen beszél az erkölcs teológiai problémákról. Hát ezt most annak idején a távlatokban részletesen ismertettük, ezt most nem ismétlem meg, és ugyanez történik az opció fundamentalisszal, tehát egy bizonyos félreértett
tételt kifogásol. Azért ugrok, mert bizonyos dolgokat a végén szeretnék. Most mennyi idő van? Na, nem, már ennyi. Hát én azt hittem, még csak fél óra telt. Jó, hát akkor végül. Erről akarok beszélni, hogy a már a Ferenc pápa többször beszélt a homiliáiban az Isten irgalmasságáról. Nagyon szép volt, amikor a házasságtörő asszonyról szóló perikopát magyarázta, hogy hát a mózesi törvény szerint meg kellett volna kövezni az asszonyt, és hát ott vannak az írástudók, főpapok, és hát vádolják, és Jézus lehajol, és a porba ír valamit, és aztán ezek meg eloldalognak, mert az Jézus azt mondta, hogy aki közületek bűn nélkül van, az vesse rá az első követ, és akkor ezek eltűnnek, és a Jézus ott marad az asszonya, hogy asszony, senki se ítélt el, senki uram, menj és többé ne vétkezzél. Tehát erről van szó, a megbocsátás. Persze, amikor gyónni megyünk, sokszor igen, rájövünk arra, hogy meggyóntuk, aztán majd újra ismét visszaesünk, de újra fel kell állni, mert senki a haláláig senki nem tökéletes. A tökéletességet vagy az eszmét megközelítjük többé-kevésbé. És ezt hangoztatja Ferenc pápa, hogy mindig az Isten irgalmassághoz menekülünk, elestünk, fölállunk, megbánjuk, és azért folytatjuk az utat a fény felé, a nap felé. Megint idézem, Prohászka Ottokát szoktam idézni, hogy aki a napnak hátat fordít, az mindig a saját árnyékába lép. Hát mi megyünk a nap felé, az igaza jó felé, bár gyöngék vagyunk, és hát bűnösök. Na most tudjátok, hogy a pápa meghirdette az irgalmasság szentévét, Misericordiae Vultus kezdetű, az irgalmasság arca kezdetű bullájával. Ez a szentév az idén, december 8-án, a II. Vatikáni zsinat lezárásának 50. évfordulóján kezdődik, a Vatikáni Bazilika Szent Kapujának megnyitásával, és 2016. november 20-án Krisztus Király ünnepén zárul. A bulla mottoja, legyetek irgalmasok, mint az Atya. A pápa bullában ismételten összefoglalja az evangéliumi üzenet lényegét. Az irgalmasság az egyház alapja, út, amely egyesíti Istent és az embert, mert megnyitja a szívet annak a reménynek, hogy örökre szeretnek bennünket, bűneink korlátai ellenére. Az irgalmasság fogalmát elemezve hangsúlyozza, nem a gyengeség jele, hanem sokkal inkább Isten mindenhatóságának tulajdonsága. Itt eszembe jut egy liturgikus könyörgés, azt hiszem egy vasárnap, azt imádkozzuk, hogy Isten, aki a mindenhatóságát azzal mutatja meg, hogy megbocsátja bűneinket. Valaki úgy kommentált, és ez nagyon tetszik nekem, egy kicsit költően kifejező, hogy amikor a világot teremtette, akkor a csillagokkal játszott. Most már az Isten játszik, erről is vannak már teológiai reflexiók, de az, hogy megbocsátja a bűneinket, az a fia halálába került. A fiát adta értünk, aki magára vette bűneinket és megszabadított tőle. Az irgalmasság fogalmát elemezve a pápa hangsúlyozza, tehát ezt már mondtam, nem a gyengeség jele, hanem inkább Isten mindenhatóságának tulajdonsága. Jézus személyében és tevékenységében minden az irgalmas, együttérző szeretetet sugározza. Az egyház hitelessége is az irgalmas és részvétet érző szeretet útján halad. Ahogy az egyház jelen van, ahol az egyház jelen van, ott nyilvánvalóvá kell válnia az Atya irgalmasságának. Ferenc pápa gyakorlati tanácsokat is ad a jubileumi évre.
egy zarándoklat, ne ítélkezzünk, hanem bocsássunk meg, vegyük észre a jót másokban, nyissuk meg szívünket, a lét perifériái felé vigyünk vigaszt, együttérzést, irgalmat azoknak, akik nélkülöznek és szenvednek, gyakoroljuk az irgalmasság test és lelki cselekedeteit. Ne feledjük, hogy az utolsó ítéleten azt kéri számon a igazságos és irgalmas bíró, Máté 25. fejezete, hogy mit tettünk egynek a legkisebbek közül, akivel Krisztus azonosította magát. Nagyon, még ez az utolsó, nagyon figyelemre méltóak a gyóntatóknak adott tanácsok és felhatalmazások. Pápa egy paragrafus szentel ennek a témának. Mindenekelőtt kifejezi azt a kívánságát, hogy a gyóntatók legyenek az Atya irgalmasságának valódi jelei. Ne septében rögtönözzenek ebben a feladatukban, hanem váljanak elsőként bűnbánókká, akik bocsánatért esdekelnek. Isten bűnbocsánatának hűséges szolgájaként, tehát minden gyóntató úgy fogadja a híveket, mint az apa a tékozló fiú példabeszédében, vagyis olyan apa, aki fia elébe siet, annak ellenére, hogy az minden vagyonát elherdálta. A gyóntatók tehát ne tegyenek fel a tárgyhoz tartozó kérdéseket, mert elő volt nekünk írva, hogyha nem volt biztos a helyzet, vagy szóval, hogy mivel vádolja az illető magát, akkor kérdéseket tettünk. Nem kíváncsiságból, csak hogy ugye bizonyos ítéletet kell alkotni annak, aki feloldoz. Majd utána a beszélgetésnél elmondok erre egy esetet, én Belgiumban, mint fiatal gyóntató megéltem. Minden bűnbánó szívében ismerjék fel, hogy segítséget és bocsánatot keresnek. A gyóntatók arra kaptak meghívást, hogy mindig, bárhol, minden helyzetben és mindenek ellenére legyenek az irgalmasság elsőbségének jelei. Hát ezzel be is fejezem akkor. Lehet beszélgetni. Tapsoljatok! Hát majd elolvassátok ezeket a karácsonyra, ha megjelenik a könyv, mert sok mindent kihagytam, és... Hát akkor nagyon köszönjük az előadást, és akkor, hogyha vannak kérdések, akkor odaszaladok ezzel a mikrofonnal. Akkor bevezetül elmondom, amit akartam. Ez, hogy rá ne kérdezzenek. Hát egy fiatal, a középkorú fiatal ember jött gyóni valahol, ugye ez nem a gyónási titok elárulása, és hát egy idő után sejtettem, hogy valami van, hát nem volt házas, de hát élettársa volt, vagy szóval szeretője volt, és hát erre rákérdeztem, és hát mondom, de hát akkor most meg akarja változtatni az életét, hogy melyik akkor szakít vele. Nem. Hát mondom, nézze, én akkor nem tudom feloldozni, hát én úgy tanultam, nektek mondom, hogyha ilyen esetben, szóval azért kell néha rákérdezni. És akkor a válasza az volt, franciául beszéltünk, az mi, akkor maga lesz az oka, hogy nem végeztem arra a húsvéti gyónásomat. Tehát mondom, hát az Istent be lehet csapni, vagy engem be lehet csapni, de azt az Úristen látja, akkor mi az formaság lett volna, hogy a húsvéti gyónását elvégzi. Üdvözlöm a kévéséket, köszönöm, hogy megjöttetek. Nem szólsz hozzá? Mindjárt adom a... Évát, Éva az okosabb, igen. Én ugye próbáltam követni, és nagyon örülök, hogy kicsit nem az, hogy lazul, hanem értelmesebbé válnak a dolgok. Ugye na, ezt lehet mondani. Ugye? Tehát nem olyan merev, dogmatikus, hanem alkalmazkodik a szituációhoz, és ez nagyon-nagyon fontos dolog. Rengeteg ember számára fontos. Jól értetted, ugye? Akkor, igen. Csak na, de azért kell tisztázni is bizonyos kérdéseket ezeknek, akik nem értenek hozzá, mert csak lötyögnek, és szóval nem mindig.
minden fekete meg fehér, ugye, hanem... Igen. Ez az. Na. Ezt többször mondják, hogy nem jó, minden és a semmi. Igen. És ez nem csak a szexre vonatkozik, hanem az egész keresztény életre. Az élet is rengeteg dolgot tud produkálni, ami aztán se ide, se oda nem sorolható, és indok van rá, és a lényeg a megbánás. Ez a fokozatosság, igen, hogy erre. Megbánás a lényeg. Így van. Mert az emberek belekerülnek dolgokba, és később jönnek rá, hogy már azt esetleg... Van visszaút, nincs visszaút, és akkor, amíg jókor jön rá, akkor van visszaút. Na, okosat mondtál. Köszönöm. Majdnem olyan okosat, mint én. Hát ez, amit utoljára mondtál, az egy nagyon fontos lelki gyakorlat alatt, amikor adok másoknak, szoktam ismételni, mert magam tapasztaltam, hogy bizonyos történéseket, elhajlásokat, vagy mondjuk az Isten ugye egyenesen ír görbe vonalakkal, csak később értjük meg. Később, hogy az miért is történt, hogy az tényleg a javunkra vált. Ez nagyon fontos, és itt szoktam idézni a nagy francia gondolkodót, Pascalt, aki hát támadta a jezsuitákat, jansenista volt, de nagyon mély gondolatai voltak. Hogy igazából csak a megbánt bűnöket értjük meg, azoknak a súlyosságát. Mert akkor már látjuk, megértjük, mert aki a bűnt cselekszi, az elvakul is, eltompul a lelkismerete, nem is érzi. Ez az, hogy a tetteink megváltoztatnak benne. Ez a Yves Monceau, nagyon Pascal tanítványa volt, idéztem. Különben, ha ki kéne adatni a Szent István Társulata, én lefordítottam két könyvét, és itt kiadta Világvilágossága címe. Nagyon jó, a lelkiélet problémáiról. Most is nagyon aktuális. Majd szólok a Szent Istvánnak. Tessék, kedves! Kölnei Lívia vagyok. Amikor régi korokban kötött házasságok történetével foglalkozunk, vagy akár csak a családban visszanézzük azt, amiről tudunk, hogy hogyan kötöttek házasságot, bizony a szabad akarat az messze nincs jelen, vagy csak nagyon ritkán, nagyon kivételes esetekben, hanem a gyakorlat az, hogy vagyon a vagyonhoz házasodott, vagy valamilyen kényszer alatt kötetett a házasság. Ha például az én nagymamámra visszamegyünk, egyértelmű, hogy egy béres legényt szeretett tiszta szívéből, de a jómódú kovácshoz kellett hozzámennie feleségül, és aztán később ő ezt vállalta az a nagyapámat szívvel, lélekkel. De akkor, amikor a házasság köttetett, akkor az egy kényszer volt, és ágált is ellene az ő lelkében. Tehát ha így nézzük, akkor a régi házasság kötéseknek a zöme a mai értelemben érvénytelen, vagy legalábbis ki lehetett volna mondani rá azt, hogy érvénytelen. Ez egy nagyon érdekes dolog, szívesen olvasnék arról, hogy hogyan alakult az egyház történelmében a házasság, tehát a házasság kritériumai az egyes korszakokban hogyan alakultak, mik voltak a feltételek, hogy ez a szabad akarat, ez ma már csak tehát ez a mai kornak, vagy a modernitásnak az elvárása, vagy régen ez szóba se jött? Hát itt sok kérdést vetettél föl. Először is tudni kell azt, hogy a pap előtt kötött házasságot, tehát hogy megáldja az egyház, most megkereszteltekről van szó, azt csak a trentói zsinat után akkoriban vezették be, mert tudnunk kell, hogy egyedül a házasság az a szentség, most két megkereszteltről van szó, amikor a felek egymásnak szolgáltatják ki a szentséget, és a szentségi jel az maga a kopula, maga a testi egyesülés. Ennyire nagyra tartja az egyház a Szentírás alapján a szentségi házasságot. Na most azért, mivel pontosan a régi viszonyok miatt, hogy össze-vissza házasodtam, meg érdekházasságok, meg nem is jegyezték be őket, és azért akkor az egyház előírta ezt, hogy legyen a
Most már az érvényes egyházi házassághoz szükséges, hogy a két tanú és a pap áldja meg, és előtte tegyék le az esküt. De mondjuk most is, hogyha Brazíliában valahol ott a hegyek között, vagy az őserdőben két fiatal lány, férfi, vagy nő és férfi megkereszteltek, de nem találnak papot, stb., de egymásnak két tanú előtt elkötelezik magukat, az is érvényes, szóval keresztény szempontból is érvényes. Persze később azért jó beiratkozni, és hogy is mondjam, és kérni az áldást, mert hát a szóval egy bizonyos kavarodás elkerülése. Na most az igaz, hogy én is ismertem olyanokat, ilyen érdekházasság, vagy gondoljunk ilyen híres filmcsillagokra, színészekre, akik elváltak, újra házasodtak. Na most a pápa, illetve a színodus azt is előhozta, hogy nagyon sok visszaélés volt a semmiség kimondásánál. Most részben ugye az egyháziakat azért nem lehet vádolni, hogyha lefizettek hamis tanukat, hát nem tudnak mindent ellenőrizni. De azért igen, hogy ha valaki többet fizet, akkor előreveszik az ő ügyét, vagy volt olyan itt Magyarországon, és nem is állt szóba addig velük, még le nem tettek egy jó összeget. Tehát volt sok visszaélés ezen a területen, ezt is tisztázni kell. De hogy régen több lett volna az érvénytelen ilyen szempontból, azt nem gondolom, mert azért az, még ha jó, hogyha igazán kényszerről volt szó, az sokszor megtörtént. De hogyha nem is szívesen ment hozzá ehhez, mert a másikat szerette, hát az én drága jó anyám emlékezett, amikor összeakadtak apámmal, hogy nekem mondja, olyan kamasz fiú voltam, hogy miért nem mentem hozzá ahhoz a csendőrhöz, stb. Na, de az nem azt jelenti, hogy azért, amikor most megesküdött, akkor az nem volt érvényes, csak hát a nótákban is benne van, mindig csak azt a régit, az első szerelmet, azt visszasírja, mert sose ideális egy házasság, és akkor talán a másikkal jobb lett. És akik most újra már ismerik olyanokat, második vagy a harmadik házasságot kötötték, aztán rájönnek, hogy azért mindig van probléma, és esetleg bár olyan is volt, hogy visszatért az első, hogy szállt szóval. Úgyhogy aki mondta, Pázmány mondta, hogy a házasság az a legkeményebb, legnehezebb szerzet. Nem hoztatok vizet, már mindegy, már kibírom. Ha nincs még. Tessék! Nagy Csaba vagyok, és köszönöm. Ha jól tudom, a mai előadás címében szerepelt az, hogy a házasság előtti szexuális élet. És az a következő lesz. Az a következő lesz? Következő. Elnézést azért. Május 11-e, de azért kérdezhet. Tehát ugye itt arról volt szó az előadásban leginkább, hogy hol van a határ, vagy hogy érzékeljük a bűn és a súlyos bűn közti különbséget. De itt a szexualitás kapcsán, a nemiség kapcsán fölmerül az is, hogy mi az, ami bűn, és mi az, ami nem bűn. És erre ilyen házasság előtti példát tudok hozni, hogy én hallottam olyan szélsőséges hozzáállást is, hogy valaki azt mondta, hogy amíg jegyben járunk, addig egymás kezét is csak vasárnap fogjuk meg. Tehát, hogy annyira tartózkodnak mindentől, tehát minden testiségtől, hogy ezt képviselik. És ugye nyilván ettől a lépéstől odáig, hogy a házasság előtti teljes szexuális élet, nagyon széles a skála. Ezt most részleteztem, erről beszélek majd, de akkor újabb előadást most nem tartok, de a Hering, akire mindig hivatkozom, meg egy másik morál teológus, nagyon hangsúlyoz, hogy meg kell különböztetni azt, hogy hát most a fiatalok össze-vissza kamatyolnak, szóval a szabados, most nem erről van szó, hanem
tényleg hívőkről, akik elkötelezték magukat, és jegyesek, de hogy akkor hogyan legyen a megtartóztatás. Na most nyilvánvaló, hogy ezt egészen másképp kell, mondom, megítélni, mint az össze-vissza szeretkezést. És a Éringék azt magyarázzák, hogy hát igen, sok minden kifejezése lehet hát az erotikának, tehát a szerelemnek, és eznek a nyelvezetéről is beszélnek, és ez hozzátartozik, ez egy bizonyos iskola a jegyesség, hogy fölkészüljenek. Na most az egészen más, hát most nem tudom mit, így bedobnám, de ha nem tudom megmagyarázni, akkor most ezt nem akarom elmélyíteni. Szóval a csók vagy egész a pettingig elmenne, hogy ha megtörténik, tartózkodni akarnak, de mégis egyszer. De ez nem ugyanaz, mint aki túlteszi magát mindenem, vagy főleg aki készülnek a házasságra, már együtt élnek, együtt fekszenek. De nem azzal kell kezdeni, hogy na, hát ezek akkor most halálos bűnben élnek, most hogy van? Nem, hanem megvizsgálni, előkészíteni őket a házasságra, és hát elmagyarázni, hogy milyen szép a teremtőnek a terve, hogy részt vesznek a teremtésben. Én mindig arra gondolok, hogy micsoda véletlen, de nem véletlen, hogy ez a nő és ez a férfi, anyám, apám találkozott, és abból az egyesülésből a sok milliárd spermából egy megtermékenyítette az ivarsejtet, és megfogadtam, megszülettem, és itt vagyok. Most az életem végén állandóan csodálkozom, hogy létezem. Tehát meg kell ezt magyarázni. Tehát nem a bűnbe, ezt már a Ratzinger pápa is magyarázta, volt Valenciában egy családkongresszus, hogy nem a bűnből kell kiindulni, hanem a szerelem, a szépség, a szexualitás szerelem. Szépséggel teremtőnek a tervét kell figyelembe venni, és az örök hivatásunkat, és nem az, hogy ez piszkos dolog. Meg. Volt a televízióban egy kiváló pap, gyerekeknek magyarázta, a bűnről beszélt, és a Magyar TV-ben talán tavaly láttam, és ilyen katekizmust tartott, a bűnről beszélt, és bevitt egy lavor vizet, egy sáros bakancsot, és akkor azt úgy bemártotta, hogy a bűn az beszennyezve. Szerintem ez nagyon rossz módszer, nem ezzel kell kezdeni, hanem hogy a szeretet ellen, vagy hogyha hogyan lehet a szexet, ami hát mondjuk egy bizonyos mondjuk állati szinten is megreked, hát hogy lehet humanizálni emberi, a szeretetnek a kifejezésévé tenni, és hát a maszturbációnál is abból kell kiindulni, hogy ez autoerotizmus, ugye az lenne a cél, ugye, hogy megnyíljek a másik nem felé, és az fokozatosan jut el oda a fiatal, a gyerek vagy a kamasz. Tehát egészen más, mint hogyha a felnőttről van szó. Annyi minden szempontot figyelembe kell venni, amikor egy esetet meg akarunk ítélni, és még ezt hozzáteszem. Na, akkor most van, köszönöm. Ez nem bor, ugye? Köszönöm. Mindjárt befejezem. A lelkiismeret, erről már volt szó, és majd még újra beszélünk. A vatikáni zsinat, a Gaudium et Spes kezdetű konstitúció 16. pontja beszél erről, hogy az emberi személy szentélye a lelkiismeret, és ezt mindig tartották az egyház történelme során, és még amíg a pogányoknál is ugye már Platonnál megvan ugye az a daimon, ami a teremtő akarata szerint figyelmeztet bennünket a jóra, megkülönböztessük a jót és a rosszat, és hát persze nevelni kell ezt a lelkiismeretet, de nem más, mint Aquinói Szent Tamás mondja, például a hitről, vagy bármi ilyen más esetben, hogyha én nem győződtem meg arról, hogy hinnem kell, amit az egyház elém, akkor ne tegyem meg ezt a lépést, mert teljesen szabadnak kell lennie, és
Ha valakinek téves a lelkiismerete, például a szexuális erkölcs terén, és mennyien vannak a fiatalok között, és ezt a téves lelkiismeretet követi, vagyis azt mondja, hogy hát ez nem bűn, hát persze itt aztán lehetnek végletek, mert néha úgy mennek a szentáldozáshoz, mint hogyha a fagylaltot ennének, vagy kérnének, de annyira tiszteli az egyház, vagy tisztelnünk kell a lelkiismeretet, hogyha még az téves is, azt szerint ítéli meg az Isten a személyeket, minden embert. Na most persze nevelni kell a törvényre, és a zsinatnak van egy nagyon fontos döntése, vagy a határozata, a két konstitúciót említenék, ami az örök üdvösségünkkel van kapcsolatban. Arról van szó, hogy Isten mindenkit az üdvösségre hív, Jézus Krisztus által, kivétel nélkül. Na most a Lumen Gentium, az egyházról szóló konstitúció 16. pontja azt mondja, hogy ha valaki saját hibáján kívül nem ismerte meg az evangélium, nem hirdették neki Jézus Krisztust, most nem csak missziókról van szó, hanem ebben az elpogányosodott Európában, nyugaton is, tehát nem ismert, de ha követi lelkiismerete szavát a jóra, mert azért mindenkinek van lelkiismerete, és kész arra, hogy elfogadja a teljesebb igazságot, akkor elnyerheti az üdvösséget. És aztán van még a Gaudium et Spes 22. pontja, az a Karl Rahner szerint ez volt a zsinatnak a legfontosabb, mondjuk, hát nem dogma, de tanítása, hogy az emberi történelmet és a létünket Krisztus fényében szemléljük, hogy, és ezt második János Pál első enciklikájában idézte, hogy a megtestesült ige, tehát azzal, hogy a Jézus Krisztus az ige megtestesült, valamiképpen minden emberrel egyesült. És Isten tudja, hogyan, hát egy hosszú kifejtés után, mivel mindenkit meghív az üdvösségre, és mivel mindenkinek a lelkében titokzatos módon működik a Szentlélek, a föltámadt Krisztus lelke, hát ez a meghívás és ez a húsvéti misztérium, a megváltás, az minden emberre kiterjed. Tehát mindenki, aki saját hibáján kívül nem ismerte meg nem találkozott az evangéliummal, és Jézus Krisztus nem hirdették neki. És ez a missziókra vonatkozik elsősorban, de ez nem jelenti azt, hogy akkor ne hirdessük Jézus Krisztus, mindig kell hirdetnünk, mert azt mondhatná valami, hát akkor úgyis elnyerhetik az üdvösséget. Nem. Ha mi megismertük az igazságot, Krisztust, akkor mi nem hallgathatunk, tovább kell adnunk, de soha senkit nem lehet kényszeríteni, mindig tiszteletben kell tartani a lelkiismereti döntést, és a löfevrék, ezek a maradiak, ezek már a zsinaton is ennek ellene voltak, mikor ezt erről vitatkoztak. Tehát sajnos az 50 év óta tart az egyházban ez a... Szóval a zsinat recepciója még nem történt meg. Hát a trentói zsinaté is évszázadokig tartott. Hát még messze vagyunk attól, hogy minden az tanítás. És mivel ott is viták voltak, és ilyen amalgám szövegek születtek meg, attól függ, hogy ki mit emel ki, hogyan, mit idéz, mert mindig, amikor például a püspöki kollégialitásról volt szó, amivel a II. Vatikánum kiegészítette a 1870-ben félbeszakadt első vatikáni zsinatot, ahol csak a pápa primátusáról, csalatkozhatatlanságáról volt szó, akkor mindig felszólaltak ezek a tradicionalisták, de hát ott van a pápai primátus, és akkor beszóltak mindig egy szakaszt. De hát a Szentírásból is lehet sok mindent kiolvasni, illetve úgy idézni, hogy szokták, klasszikus, még egyházatya mondta azt, hogy azt is érzi, hogy nincs Isten. Ugye a Zsoltárosnál, vagy mondja az esztelen a szívében, nincs Isten. Tehát hát lehet csűrni, csavarni, vágásokat végezni a Szentírásban is. Na most hát itt a
még egy utolsó mondat, nyilván újra meg kell vitatni a szentségi házasságnak, tehát teológiai szempontból annak a mi voltát, és már a Uelle kanadai bíboros ezt szellőztette, amit akarok mondani, és most olvasom a belga folyóiratba, hogy megjelente a könyve, majd igyekszem megszerezni. És hát ez nagyon magasról indul, illetve nagyon alaposan tárgyalja a Szentháromság szeretett közössége, a kommuni, ugye, ami aztán az egyházra is alkalmaztak a zsinaton, a szeretett közösség, a Szent Cipriánt idézték. És hát valamiképpen ugye az Efezusi levélben szó van arról, mikor a házasságról beszél a Szent Pál, vagy hát a szerző, hogy ahogy Krisztus szerette az egyházat, úgy kell a férfinek szeretni a feleségét. Tehát ehhez a misztériumhoz hasonlítja ezt a szeretett közösséget, amivé lennie kell a házasságnak. Tehát valamiképpen, és erről majd még a következő alkalommal beszélek, mint ahogy az igazi szerelem is ez egyik út lehet a szeretett Istenhez, ugyanúgy a keresztény házasság is valamiképpen, ugye a pápa mondta, lehet a Szent Háromságnak az ikonja. Amen.